It's supernatural. Szidrop vagyok, üdvözöllek világomban, ahol természetes a természet fölötti. Vendégem életében történt egy tragédia, a kisfia számára nem volt remény, nem volt agytevékenysége, nem volt esélye sem az életre, és vendégem nem volt hívő. Nos, végül is az volt, de amolyan visszaesőféle, és úgy képzelte, hogy már nincs joga Istenhez menni, de Jézus megjelent neki, és Isten jelenléte rászállt, és egy hatalmas csoda történt, és minden alkalommal, amikor beszél erről a csodáról, ugyanez a jelenlét rászáll másokra is. Készüljetek! Micsoda kezdet! Kisfiú korodban nagymamád elvitt egy összejövetelre, és ott egy evangélista rád tette a kezét, és mit profétált? Azt profétálta, hogy a végidőkben használ majd Isten az ébredésben, és hogy hatalmas dolgokat fogok látni megtörténni, amikor imádkozom emberekért, és ez oda vezetett, hogy amikor idősebb lettem, elkezdtem álmokat látni. És miről szóltak az álmaid? Az álmaim mindig egy és ugyanazon dologról szóltak. Emberek tömegei előtt álltam, akik kinyúltak felém nagy stadionokban, és gyógyulásért, szabadulásért és megváltásért nyúltak ki, és Isten azonnal megérintette őket. És ilyenkor felébredtem sírva, és a nagymamám azt mondta, ez nem most van, emlékezz, a profécia a végidőkre szól, most vagyunk a végidőkben. Akkor az most van? Igen. Oké, a fiadnak 6 évesen a semmiből bakteriális agyhártya gyulladása lett, és nem volt agytevékenysége. Egyeztettem a saját orvosommal, és azt mondtam neki, doktor úr, ha egy 6 évesnek bakteriális agyhártya gyulladása van, és nincs agytevékenysége, akkor mennyi az esélye a túlélése? Azt mondta, semmi, de ha még meg is lenne az a csoda, amire szüksége van ahhoz, hogy túlélje, agysérült lenne. Ezt mondta. Mi történt a fiaddal? Mondd el. Nos, amikor Justin kigurult az ágyból Halloween éjszakáján, iskolában volt aznap, láza volt, elvitték az orvoshoz, és aztán hazajött, és éppen az éjszaka közepén kigurult az ágyból. Meghallottam, hogy neki ütődött a padlónak. Felemeltem, és bevittem őt a kórházba. Még 2 orvoshoz küldték el aznap éjszaka. Magzati állapotban volt, nem látott, nem tudott járni, nem tudott beszélni, hallani, nem tudott semmit sem csinálni. Görcsös rohamai voltak, bevittük őt, és az intenzív osztályon végezte. A világ legnagyobb elméit hívták oda, és azt mondták, hogy a bakteriális agyhártyagyulladás azt okozta nála, hogy nem voltak agyhullámai, és hogy mindenkit, aki kapcsolatban volt vele, kezelni kell orvosilag, beleértve engem is, és a feleségemet is. A baktérium annyira fertőző volt? Nagyon fertőző volt. Emberek halnak meg ebben, és azt mondták, nem adunk neki semmi, nulla esélyt sem. És tudod, sok nap telt el így, és így ott ültem a kórházban, amikor minden orvos feladta szét, mindegyikük feladta, és azt mondta, semmit nem tehetünk. Le fogjuk kapcsolni a lélegeztetőgépről. Nincsenek agyhullámok, nincs mozgás, nincs változás, sok nap után sem. Azt mondtam a feleségemnek, ahogy ott ült abban az üvegszobában, azt mondtam, hazamegyek, egyedül kell lennem. És hazamentem aznap éjszaka, és ültem a hálószobámban, és sírtam, és azt mondtam, Istenem, miért? Nem te voltál az egyetlen, aki sírt, azt mondtad, az egész személyzet sírt, mindenki sírt. Ő egy olyan kedves kis 6 éves fiú volt, mindannyian csak sírtunk és sírtunk, és én sírtam, és azt mondtam, Istenem, miért engedted meg ezt? Miért tetted ezt? És Isten azt mondta, a szellememben hallottam, nem én tettem ezt, az ellenség megtámadta a gyermekedet, és ezt rendbe kell tenned velem. És én elkezdtem bűnbánattal sírni, és amikor ezt tettem, hirtelen a szoba úgy megvilágosodott, mint a 10 milliárd villanykörte égett volna, és Jézus ott állt pontosan előttem. És ha ez már így volt, azt gondoltam, tudod, ha Jézus már megjelent nekem, akkor beszélnem kell vele. Nem mozdulhattam, olyan erővel volt jelen, nagyon éber voltam, és az a dicsőség eltalált, és ez a világosság olyan ragyogó volt, hogy alig láttam. Úgy értem,
éltem ezt, hogy megpróbáltam ránézni, és azt gondoltam, mit fog tenni, nem tudtam mozdulni sem. Azt mondta, menj gyülekezetbe, és aztán láttam ezt a szeretetet kijönni a szemeiből, majd eltűnt. Egy perc, csak egy percet volt velem, 60 természet fölötti másodpercet, utasítást adott nekem. Mit gondolsz, mit tettem? Felugrottam, kocsiba ültem, kimentem az útra, elmentem a gyülekezetembe, amit elhagytam, tudod, egy évvel azelőtt, egy órányi út volt, de tudod, mi történt? Ahogy befordultam a sarkon, ott volt a kis gyülekezet a sarkon, és ott volt egy ember, aki ott állt, és megpróbálta bezárni az ajtót, nem akart bezáródni. Egy másik városban lakott, a kabátját fújta a szél, benyomultam, és mondtam, használhatom a gyülekezetedet? Azt mondta, ki vagy te? És én azt mondtam, a fiam kritikus állapotban van, közel a halálhoz. Azt mondtam, nincs remény. És ő azt mondta, már elmentem volna, de ez az ajtó nem akar bezáródni. Úgyhogy azt mondta, menj be. És én bementem térdre este, megtértem Isten előtt. Az Úr beszélt hozzám, és azt mondta, Justin meggyógyult. Úgy fogják hívni, hogy a kórház csoda gyereke, és te pedig el fogsz menni, és imádkozni fogsz a betegekért. És én eljöttem onnan, és ő azt mondta, menj most, és profétáld ezt, mondd el az embereknek. Várj egy pillanatot, a személyzet sírt, nem voltak agyhullámai, neked pedig be kellett menned a kórházba, és azt kellett mondanod, az én fiam egy csoda gyerek, fel fog kelni, és ki fog sétálni. Igen, amikor visszajövünk, megtudjuk, hogy mi történt. Szóval a fia haldoklott, nem volt agytevékenység, nem volt remény, az egész személyzet sírt, azt hallotta Istentől, hogy menjen vissza a kórházba, és mondja azt, az én fiam élni fog, ő egy csoda gyerek lesz, visszaért a kórházhoz. Tudjátok, mit gondolt a személyzet róla? Nyugtatót akartak neki adni, azt gondolták, hogy egy kicsit mesugá, vagyis őrült. Mondd el, mi történt. Nos, ahogy kijöttem a gyülekezetből, megvolt már számomra az utasítás, tudtam, hogy mit tegyek, rajtam múlt most már, az Úr megjelent nekem, ez biztos, berohantam oda, és a személyzet látta, hogy jövök, azt gondolták, hogy ideges vagyok, másfajta módon ideges, aggódtam, hogy el fogom-e tudni mondani mindenkinek a világon, hogy Jézus a gyógyító, és Jézus a csodatevő. És tudod, Sid, Jézus csak egyetlen percre jelent meg nekem, csak egy percre van szükség Istennel, 60 természet fölötti másodpercre. Úgyhogy én megkaptam ezt a percet, és követtem az utasításokat, elmondtam a személyzetnek, és ők azt mondták, nyugodj meg, talán nyugtatóra van szükséged, annyi mindenen keresztül mentél. A feleségem ott volt, odafordultam hozzá, és azt mondtam, ő egy csoda gyerek lesz. A feleségem megfogta a kezét, nem volt semmi változás, de ő azt mondta, tudod, az Úr beszélt hozzám, amikor elmentél, és azt mondta, hogy lesz egy találkozás. Vele, és volt is. Tudod, mi történt? Behívtuk az orvosokat, elmondtam nekik pontosan, hogy mi történt, hogy az Úr megjelent nekem. Őt úgy fogják ismerni, mint egy csoda gyereket. Azt mondták, tudja, az önkedvért reméljük, hogy így lesz. Ez csodálatos lenne, de tudja, éppen most igazán rossz állapotban van. Úgy értjük, egyik a legrosszabb állapotoknak, amit valaha láttunk, de tudod, mi történt? Nos, jobban lett? Nem, rosszabbul lett, ment lefele a lejtőn. Ó, Istenem, rosszabbul lett. A nagy szavaim után éjszaka rosszabbra fordultak a dolgok, elkezdtek görcsös rohamai lenni, és magzati állapotban volt, és az állapota rosszabb és rosszabb lett, és a következő nap még több orvos jött. Egy egész csapat volt már bent, és az egyik orvos, a főorvos besétált ide, azt mondta, sajnálom, tudja, a fia majdnem meghalt. Majd ahogy belépett az ajtón, hallottam, hogy leejtette a papírtartó tábláját, mert a fiam felült az ágyban. Mit gondoltak erről? Csak annyit tudtak mondani, ó, Istenem! Ez aztán döbbenet volt számukra. Igen, ezt mondogatták, ó Istenem, tudod, felült az ágyban, mi nem tettünk semmit, azt mondtam, Isten tette. Most meg kell kérdeznem Keith-től ezt, ez sok évvel ezelőtt történt már. Ma van-e valami jele az agykárosodásnak, vagy a rossz egészségnek? Beszélj a fiadról. Oké, hadd mondjam el gyorsan, nem kellett, hogy a rehabilitáció menjen keresztül, nem volt rehab, és ez jó dolog. Attól a pillanattól fogva, hogy felkelt, kiengedték a kórházból egy napon belül. Kikerült onnan Sid, és az történt, hogy azt mondták, mielőtt hazamegy, szeretnénk ellenőrizni az IQ-ját. Mivel agyhalott volt, meg akarták nézni az IQ-ját. Amikor befejezték annak a gyereknek a tesztelését, olyan agya volt, mint egy zseninek. Elmondom nektek, hogy amikor Isten gyógyít, ő igazán meggyógyít. Egy perc Istennel. De ma hány diplomája van, és milyen az egészsége? Ma több diplomája van, és két nagy diplomája is. Egy fő egyetemnek dolgozik, tanít is az egyetemen időnként, és ott dolgozik, és az egészsége kiváló. Egyszerűen tökéletes a fizikuma. Következő születésnapján 41 éves lesz. Ez a csoda 35 évvel ezelőtt történt.
Megváltozott ennek a csodának a hatására. Nincs magas koleszterinje, nincs magas vérnyomása, nem találnak nála semmi rosszat, még egy szuvasságot sem a fogában. Ó, te jó ég, csak kíváncsiságból. Amikor felkelt, mi történt a többi emberrel a kórházban? Milyen hatása volt ennek? A dicsőség jött, amikor felkelt, ugyanaz a dicsőség, amit én megtapasztaltam Istennel, a dicsőség hátra levő része rám szállt. Olyan sokkot kaptam, hogy alig tudtam még felnézni is. De amikor ez a dicsőség rád száll, átformál téged egy másik férfivá vagy nővé, és ami történt, az az volt, hogy a dicsőségnek az a maradék, amit visszakaptam a házban, a gyülekezetben, azon a két helyen, ahol találkoztam Jézussal, az a maradék bejött abba a szobába, a kórházi szobába is sűrű volt, és emberek jöttek oda az ajtóhoz, hogy bejöjjenek, személyzet, barátok, család, prédikátorok, úgy értem 100 ember volt ott egyszerre. Nem tudták kibírni, anélkül, hogy meg ne térjenek ott azonnal. A dicsőség ott tartózkodott abban a szobában, ameddig a fiú a szobában volt, a dicsőség ott volt. Sőt, amikor elhagyta a kórházat, az orvosok odajöttek, és valaki azt mondta, meg akarjuk ölelni őt, meg akarjuk puszilni, mert soha nem akarjuk elfelejteni, hogy Isten egy csodatevő Isten. Hallottátok? A személyzet azt mondta, hogy Isten egy csodatevő Isten. De amikor visszajövünk, Keithnek elmondta Isten, hogy az emberek hogyan tölthetnek egy percet Istennel a dicsőségben is. Tudjátok mit? Minden lehetséges Istennel. Visszajövünk. Annak a dicsőségnek, ami azt előidézte, hogy a fia felkeljen a halálos ágyból, a maradéka rászállt Keithre, és ez megtörténik akárhol, ahol beszél. És ami azt illeti, miközben beszélgettünk a reklám alatt, elmondtad nekem, hogy volt egy látomásod. Igen, volt. Beszélj nekem erről. Igen, volt, Sid. Miközben beszélgettünk, és csak te és én beszélgettünk itt a műsorról, láttam a prostata szót feljönni, és láttam férfiakat szerte a világon, akik prostata problémákban szenvednek, és az Úr el fogja kezdeni meggyógyítani őket, el fogtok kezdeni hőt érezni. El szoktam mondani az embereknek, hogy amikor a szolgálatom alatt meggyógyulnak, menjenek el orvoshoz, mert ezt az eredményt az orvosoknak meg kell erősíteni. Azt gondolom, tudod, hogy szükséges, hogy elmenj, és megtaláld, hogy mi a baj veled, és aztán szükséges, hogy imádkozzunk érted, de ezt meg kell erősíteni, mert Isten, amikor tesz valamit, ő jól csinálja, és látom, hogy vannak olyan emberek, akik nem tudnak aludni éjszaka, akik forgolódnak az ágyukban, nem tudnak pihenni, már mindennel próbálkoztak ezen a területen, és én egyszerűen mondom neked, éppen most bárki is vagy ezen a világon, hogy Isten el fogja venni a prostata problémának azt a gyötrő szellemét, és amikor visszamész az orvoshoz, természet fölötti módon egy jó orvosi bizonyítvánnyal távozhatsz. És én azt hallom, hogy vannak emberek fog problémákkal, ahol a fogak mozognak, vagy hiányosak, szuvasodásuk van, bármi a fogban most meg meggyógyul, és bármi probléma a hátadban meggyógyul. Mi a helyzet a rákkal? Láttál sok embert rákból meggyógyulni? Mondj el nekem egyet. Oké, láttam sok embert rákból meggyógyulni. Most volt egy hölgy, aki eljött az egyik összejövetelünkre, és 4-es stádiumú rákja volt. Nem tudott enni egyáltalán, olyan volt, mint egy piszkafa. Én még ilyet nem láttam, tudod, úgy értem, ez volt a legmeglepőbb dolog. Oda jött hozzám, és azt mondta, valaki azt mondta nekem, hogy imádkoztál emberekért, és tumorok hullottak le, és ilyen dolgok is rák sok gyógyultak meg, és én azt mondtam, igen, ez történik. Voltál orvosnál? Azt mondta, igen, diagnosztizálták is, 4-es stádiumú tüdőrák. Úgyhogy imádkoztunk ezért az Isten tiszteleten. Azt mondtam, gyere el néhányszor, de először nem tudtam, úgy értem, nem voltam biztos benne, hogy teljesen megérted, de jött. Pontosan azt tettem, amit mondtam neki. Azt mondtam, lesz egy perced Istennel. Folyamatosan jött, eljött néhány Isten tiszteletre. Egyik éjszaka azt mondta, megvan. Éreztem valamit rám szállni, valami körülöttem volt, és rám szállt. Aztán visszament az orvoshoz, később pedig eljött, hogy lásson minket a gyülekezetünkbe, kiállt azzal a lányával, aki New Yorkból jött. Nincs nyoma a ráknak. Mi történt az egyik vakemberrel? Mondjál egy történetet. Hadd adjak egy ilyen példát. Sok vakembert láttam meggyógyulni, sok vakot. Volt egy hölgy, aki a gyülekezetünkbe jött nemrég, volt egy botja, bottal járt és sötét szemüveg volt rajta. Megkért, hogy imádkozzak érte, és megtettem. Azt mondtam, miért akarod, hogy imádkozzam? Megkért, hogy imádkozzam valami másért, de nem a vakság ellen. Újra és újra eljött, és egyik este azt mondtam, ma este vakemberek fognak meggyógyulni. Ott ült, még csak le sem mentem, és rá sem tettem a kezeimet. Nem kell, hogy ezt megtegyem. Tudom, hogy mit mondjak. Tudod, Isten csak megadja, hogy mit mondjak. És így én azt mondtam, vakemberek fognak meggyógyulni. Hirtelen odanéztem, és ő levette a sötét szemüvegét. Látok, látok!
Ez az egy perc Istennel honnan jött? Az egy perc Istennel nos természetesen a fiamtól, Justintól jött, az a perc, amit Isten adott nekem. Nem igazán gondolkodtam róla sokat, de nemrég, amikor egy összejövetelt csináltam, igazán fáradt voltam, imádkoztam sok emberért, bejöttem a pihenőszobámba, kinyújtóztam, és álomba merültem. Hirtelen felébredtem, és láttam egy képet a stopper óráról, és az a nullától a 60 másodpercig ment, és az Úr azt mondta nekem, azt mondta, az én népem birtokolhatja azt, amit te azon az éjszakán. Azt mondtam, mi volt az Uram? Azt mondta, egy perc Istennel, 60 természet fölötti másodperc, amely megváltoztathatja az életüket mindörökre. Azt mondta, azt akarom, hogy kezd el ezt tanítani, amit én akarok elmondani. És én elkezdtem elmondani ezt, és az elkezdett megtörténni. Ránéztem az emberekre, és azt mondtam, a ti fájdalmatok el fog menni egy percen belül. Akkor kimentek, és elmondták ezt valakinek, akit szerettek, és azok hirtelen meggyógyultak. Elkezdtünk visszaigazolásokat kapni mindenhonnan, hogy az az egy perc Istennel meg tudja változtatni valakinek az életét örökre. Az emberek elkezdtek visszamenni az orvoshoz, az orvosi jelentések elkezdtek megváltozni, valami ott volt azelőtt, és nem volt ott most. Ez Isten, egy perc Istennel. Szeretném, ha megtanítanál néhány aranyszabályt, hogy hogyan lehet egy percem Istennel az ő jelenlétében, hogyan birtokolhatják ezt a nézők. Tudod, Szid, az a dolog, ami elbűvölt engem Istennel kapcsolatban, az, hogy én tulajdonképpen távol voltam Istentől, elhagytam az Urat. Tudod, azt gondolom, hogy Isten bárkinek ad egy percet. Tudod mit? Azt gondolom, hogy ő megadja, és odajött hozzám, amikor távol voltam tőle, és megjelent nekem. Egyszerűen sírtam, Uram, segíts nekünk! Nem tudjuk, mi más tehetnénk. Uram, segíts nekünk! És tudtam, hogy nem voltam igaz ember, de éppen úgy, ahogy ez a tékozló fia az atyához jött, oda mentem az atyához, és én azt mondtam, Atyám, segíts nekünk! És tudod mit? Isten adott nekem egy percet. Jézus megjelent nekem, és ez megváltoztatta az életemet örökre, és megtaláltam a titkot Istennel kapcsolatban. Ha eltöltöd azt a minőségi csendességet vele, és meghallgatod őt, és befelé nézel, ha olvasod az igét, ha közel maradsz hozzá, és ha egy tanítás kenete alá kerülsz, meg fogod kapni. A hit hallásból jön, és Isten igéjének a hallásából, és el fogják kezdeni megérezni a dicsőségnek azt a maradékát, ami rám szállt. Ez itt van velem és veled a műsorban, éppen most, Szid. Igen, itt van, azt gondolom, hogy most imádkoznod kellene az emberekért, hogy részesedjenek ebben. Igen, egy perc Istennel, megtennéd ezt? Igen, én mindenkinek szeretném elmondani, aki néz minket most, éhesek vagytok, és szomjasak vagytok, és tudjátok, mit fog az ellenség csinálni? El fogja mondani nektek, hogy nem vagytok feljogosítva arra, hogy megkapjátok azt az egy percet Istennel, de ő a hazugságok atya, és ezért ezt fogja mondani. Azt akarom mondani nektek éppen most, hogy tanultam valamit Istentől ez alatt a találkozás alatt, abból a látomásból, hogy Dávid lement, és amikor Góliát, Izraelt fogságban tartotta 40 napon és 40 éjszakán keresztül a szájával, és amikor felülkerekedett az ellenségen, Dávid lement, és azt mondta, ezen a napon Isten a kezembe ad téged, és Isten azt mondta nekem, észrevettél valamit itt? Azt mondta, soha nem adott neki lehetőséget arra, hogy valamit újra mondjon. Dávidé volt az utolsó szó. És azt akarom ma mondani nektek, hogy az utolsó szó az, hogy néhányan közületek meg fogják kapni a legnagyobb csodát, a legnagyobb áttörést, a legnagyobb pénzügyi fordulatot, ami valaha is volt az életetekben. Úgyhogy én felszabadítom az impartációt, felszabadítom a kenetet éppen most, nyújtsátok ki a kezeiteket felém, felszabadítom Istennek azt az erejét, a dicsőségnek azt a maradékát, ami rám szállt, hogy megtörjem az igát, hogy megtörjem a köteléket, és megadjam nektek azt a percet Istennel. Eljöhet ez ma este, eljöhet jövő héten, eljöhet egy hónapon belül, de meg fogjátok kapni az egy perceteket Istennel, és ne tagadjátok meg tőle azt, és amikor halljátok azt a hangot, amely azt mondja, hogy nem lehet az a tietek, csak így tegyetek, tietek legyen az utolsó szó, és azt mondjátok, Isten meg fogja adni nekem azt Jézus hatalmas nevében. Wow, az az örök élet, hogy megismerjétek Jézust a gyakorlatban. Látjátok, megtettétek az első lépéseket. Elmondtatok egy imát, hogy meglegyenek bocsátva a bűneitek, hogy Jézus éljen bennetek, és legyen az Uratok, de most itt van az ideje, hogy a gyakorlatban is megismerjétek, ha éhezitek és szomjazzátok az igazságot, akkor ez Isten ígérete a számotokra, be lesztek töltve, nem csak talán, nem csak lehet, be lesztek töltve, ha éhezitek és szomjazzátok az igazságosságot Jézus nevében.